Rendkívül megrázó témával folytatjuk most. Súlyos bántalmazásról készült videó egy Baranya megyei szociális intézményben. Az alapvető jogok biztosa mégsem tudta minden kétséget kizáróan kijelenteni, hogy megtörtént mindez. Helyette az EMMI-hez fordult. Szegély Péter TATASZ munkatársát kérdezzük, előtte viszont mutatunk egy rövid összefoglalót. Hirdetés közben bántalmaztak egy maga tehetetlen beteget azokon a felvételeken, amelyek a TASZ birtokába kerültek. Az eset egy Baranya megyei szociális intézményben történt, ahol a bejelentő civilek szerint embertelen körülmények uralkodnak. A jogvédő szervezet bejelentése után az alapvető jogok biztosa vette át az ügyet. A vizsgálat nem tudta bizonyítani, hogy bántalmazták-e a betegeket. A gondozók alulfizetettsége és frusztráltsága viszont, írja a jelentés, akár bántalmazáshoz is vezethet. Az ombudsman azt is megjegyezte, hogy nincs elég zuhanyzó, ráadásul a fürdetők sem teljesen akadálymentesek az otthonban. A biztos a vizsgálatok után az Emberi Erőforrások Minisztériumához fordult, arra kérve a minisztériumot, hogy foglalkozzanak a feltárt problémákkal. A vendégünk tehát Szegély Péter TASZ egyenlőség projektjének munkatársa. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Itt ugye, amiket a nézők is láthattak meg, mi is itt együtt nézhettünk, ezek úgynevezett illusztráció volt, tehát nem láthattuk konkrétan azokat a videó felvételeket, amelyek készültek, mert hogy aki készítette, nem járult hozzá, hogy ez bemutatható legyen. Önök viszont látták, hiszen önökhöz fordult a panaszos. Mennyire egyértelmű ezeken a felvételeken, hogy ott bántalmazás történt? Mi látható ezeken a felvételeken? Nézze, hát a felvételek azok durva, megalázó bánásmódról tesznek tanúbizonyságot, tehát látszik, ahogy egy ápoló, egy dolgozó az egyik beteggel csúnyán beszél, utána ütlegeli, egy másik felvételen az látható, hogy egy fürdetés közben nagyon gorombán, megalázó módon beszélnek az ellátottal, egy férfi beteggel, miközben mellette egy női ellátott is tartózkodik teljesen mesztelenül. A felvételeket nem tudjuk, hogy mikor készültek, azt sem tudtuk, hogy hol, mi kaptunk egy bejelentést, amihez mellékelték ezeket a videó felvételeket, és ezek annyira súlyosak voltak, hogy emiatt kénytelenek voltunk azonnal az ombudsman hivatalhoz fordulni, azért, mert kizárólag a biztosnak van arra hatásköre, hogy egy előzetes bejelentés nélkül helyszíni vizsgálatot tartson, és egyébként a bejelentők adatait zártan kezelje. Bocsánat, tehát a bejelentés nem úgy érkezett, hogy ebben a bizonyos Baranya megyei szociális intézményben történt mindez, amiről itt most átadom a videófelvételt? Tehát csak nem tudták, hogy melyik intézmény az érintett? Megjelölte természetesen a panaszos az intézetet, de ez egy forrás volt. Uh-huh. Ez alapján még a TASZ nem indíthat más típusú eljárást, ezért kellett az ombudsmanhoz fordulnunk. A biztos egyébként helyszíni vizsgálatot is tartott, és nem tudta kétséget kizáróan sem cáfolni, sem megállapítani, hogy ezek a bántalmazások megtörténtek. Álljunk meg egy pillanatra. Józan észre közelítek a kérdéshez. Én bevallom őszintén, nem nagyon értem. Látható a felvételen, hogy mondjuk ütlegelnek egy gondozottat. Az ombudsman azt a jelentésében is leírta, hogy egyértelműen beazonosítható, hogy ebben az intézményben vagyunk, tehát felismerték, hogy melyik helységben történt az a bántalmazás, amit ők a videó felvételen láttak. Konkrétan a bántalmazott meg a bántalmazottat, a személyeket nem tudták beazonosítani. De az egyértelmű volt, hogy ott történt, egyértelműen látszik, hogy bántalmaznak egy ott lakót. Ez mi, tehát hogy lehet az, hogy ez nem elég egyértelmű bizonyíték arra, hogy ott bántalmazás történt? Nézze, ezt az ombudsman hivataltól kell megkérdeznie. Az az igazság, hogy nem tudjuk, hogy mikor történtek ezek a felvételek, és azt szeretném hangsúlyozni, hogy a TASZ a számára ezek a bejelentők kifejezetten megtiltották, hogy rendőrségi feljelentést tegyenek. Mi az ő adataiknak a zártan kezelésével nem tudunk rendőrségi feljelentést tenni. Ezt az ombudsmani hivatal egyébként megteheti. De azt szeretném hangsúlyozni, hogy ez a fajta fizikai erőszak, ez a bántalmazásnak, az abúzusnak csak az egyik formája, ami ezekben a nagy létszámú intézetekben ezeket a kiszolgáltatott embereket egyébként érheti.
és a biztos is leírja a jelentésében, hogy akárhány fogyatékossággal élő intézetet vizsgált az elmúlt időszakban, mindegyikre ugyanazok a jellemzők voltak megállapíthatóak. A tárgyi feltételek hiánya, a személyi feltételek hiánya, és ezek a rendszer szintű problémák, egyfajta sajátosságok, ahogy a biztos mondja a jelentésében, eredményezik, gyakorlatilag megágyaznak a bántalmazásnak és ennek az üzemszerű ellátásnak. Itt ugye igen, tehát most beszélünk egy intézményről, de a probléma a rendszer szintű. Egyrészt ugye valóban itt is, amit ön mondott, azt írja biztos, hogy a nagy létszámú társadalomtól elzárt bentlakásos intézményemben bármikor fennállhat a fizikai visszaérések veszélyes, nyilván nem csak a fizikai, hanem az egyéb mindenfajta bántalmazás. Leírja ezt a mondatot, és nem történik semmi. Tehát elmegyünk ezek mellett, a mondatok mellett, és gyakorlatilag lassan már az egész társadalom szinte tudomásul veszi, hogy az ilyen zárt intézményekben, pláne ahol nagyon kiszolgáltatottak a betegek, tehát pszichiátrián ilyen helyeken, ott ezek megtörténnek. És gyakorlatilag nincs olyan hónap, hogy valami ilyen hír ne lenne valamelyik intézményről, és mégsem történik semmi. Egy picit azért muszáj ellent mondanom, tehát a közvéleményt ugye talán a nézők is emlékeznek, leginkább a 2017-es Gödi Topháznak az esete rázta meg. Tulajdonképpen akkor hallott a szélesebb nyilvánosság először arról, hogy léteznek ezek az zárt intézmények, hogy itt több tízezer ember él, és hogy ott milyen fajta abúzusok történhetnek meg. És egyébként elindult ezeknek az intézményeknek az átalakítása, tehát a kormány abszolút többségben Európai Uniós támogatásból elkezdett néhány intézetet bezárni, és az ott lakókat ilyen kisebb otthonokba kiköltöztetni. Tehát egyrészt megindult egyfajta rendszer szintű átalakítás. Na, erről kevésbé lehet hallani, hogy ez zajlik. Bocsánat, csak igen, nagyjából tud arányokat mondani, hogy hány ember ér ilyen otthonokba, és nagyjából hány százalékuk került már ki ilyen nagy zárt intézményből, ilyen kisebb ellátási rendszer. Egész konkrét számokat is tudunk a KSH-nak köszönhetően, tehát értelmi fogyatékossággal és pszichiátriai diagnózissal élő emberek nagyjából 22 000 élnek ilyen nagy létszámú intézetekben Magyarországon. Ezek döntően ilyen határmenti korábbi kastélyok, amiket az 50-es években alakítottak át ilyen otthonokká, és 2011 óta tart ez a kiköltözési folyamat, ami nagyon lassú, tehát nagyjából 6 ilyen intézetet sikerült bezárni, 140-nél is több ilyen intézet van Magyarországon, tehát ez a folyamat elindult, rendkívül lassú, és mi nagyon szeretnénk azt, hogyha az új típusú ellátórendszer, ami most elkezd kialakulni, abban sem alakulhatna ki ez az intézeti struktúra. Tehát maximum 12 fő lehet az ideális egy ilyen kisebb lakóházban. Ezt úgy kell elképzelni, mint egy családi házat, ahol viszonylag hasonló fogyatékossággal, mármint szükségletekkel élő emberek élnek. Mert egy ilyen nagy intézetben, mint például ez a Mosgói intézet is, 133 teljesen különböző ember él együtt. Az egész rendszer az egyéni szükségletekre nem képes reagálni, tehát itt kevés dolgozó van, a biztos azt is leírta, hogy gyakorlatilag most már az egész szférát, a működést lehetetleníti el a szakképzett dolgozóknak a hiánya, az iszonyatos mértékű elvándorlás a szakmának az elhagyása, tehát nem képes már ellátni a rendszer, de nem csak a dolgozóknak rossz, sőt, hát ugye a legrosszabb, akik egy ilyen intézetben élnek ebben a teljes aláfölé rendeltség viszonyban, ahol hospitalizálódnak, ez azt jelenti, hogy teljesen beilleszkednek ebbe a rendszerbe, ebbe a rezsimbe, és arra is képtelenek lesznek, hogy azokat a szükségleteiket ellássák, amik adott esetben egyébként képesek lennének. Tehát ez a támogatott lakhatás az az újfajta ellátási forma, ahol egy ilyen családi házban mondjuk hatan, ideális esetben hatan, rosszabb esetben mondjuk 12-en élnek együtt,
ez képes lenne reagálni az egyéni szükségletekre. Természetesen a biztos leszögező, hogy ehhez egyfajta társadalmi szemléletváltásra is szükség van. A társadalmi szemléletváltás, igen, arra is nyilvánvalóan szükség van, de abból, amit ön mondott, ugye már ezeknél a nagy intézményeknél is azt mondjuk, hogy nagyon-nagyon kevés a képzett munkaerő, hogy ez rettenetesen nagy probléma. Azt nem tudom, hogy a gyakorlatban mekkora realitása van annak, amit ön mondott, ez a családszerű elhelyezés. És hiszen mentális problémákkal küzdő emberekről beszélünk, én gondolom, hogy szakember ugyanúgy kell oda. Na most, ha a nagy intézményekben nincs elég szakember, akkor minden egyes ilyen családszerű elhelyezéshez honnan lenne szakember? Ez teljesen jogos kérdés, de egy ilyen nagy létszámú intézetben ugye mindenkit ugyanúgy kezelnek, vagy ellátnak. Tehát mindenkinek ugyanazokat a szolgáltatásokat nyújtják, pedig ezek sokféle emberek. Tehát az értelmi azt én értem, nem azt kérdőjelezem meg, hogy, hogy sokkal jobb lenne ez a másfajta elhelyezési mód, csak a realitását nem tudom, hogy az mennyire van. Adott esetben például egy értelmi fogyatékossággal élő emberek házában lehet, hogy délelőtt oda megy valaki, az segít nekik. Nem kell mind a hat embernek segíteni például a fürdésben, de lehet, hogy kettőjüknek kell segíteni. Akkor azt ott megcsinálja, és az az ember, aki mondjuk, az a gondozó, aki mondjuk a reggeli fürdetésben, felöltözésben segített, azután fogja magát, és átmegy a következő házba, tehát egyfajta ilyen forgórendszerrel el tudnák látni ezeket a támogatott lakhatásban élő embereket. Nem lenne arra szükség, hogy mindenkinek mindenben segítsenek, és a végén egyfajta teljesen azonos egyéniségüket vesztett embereket egységes módon kezeljenek egy ilyen nagy intézetben. Nincs ebben kockázat egyébként? Ha most arra gondolok, hogy egyébként most ugye ők bentlakásos intézményben laknak. Kikerülnek egy ilyen családias elhelyezési formába. Olyan furcsa, hogyha eddig bentlakásra szorultak, akkor most meg azt mondjuk, hogy egyébként nem szorulnak 24 órás felügyeletre. Nincs ebben veszély? Nincs, eddig sem szorultak ezek az emberek. Ez egy nagyon rossz ellátási forma, ami egyébként valóban azt jelenti, hogy ha valaki évekig van bent egy ilyen intézetben, akkor azután nagyon nehezen fogja megállni a kinti életben a helyét. De ez nem is jellemző általában, nem? Tehát, hogy azt hiszem, hogy sajnos az történik, hogy aki egyszer bekerül egy ilyen intézetbe, vagy intézménybe, utána nem nagyon szokott tudni visszailleszkedni a társadalomba. Hát nem nagyon kap rá esélyt. Tehát, hogy nem segít, hanem inkább. Most lehet, hogy a szakma nagyon fog ragudni rám ezért, de idézőjelesen mondom, hogy ront az állapotukon adott esetben. Igen, mi azt szoktuk mondani, hogy egy ilyen nagy létszámú intézetben a rendszer túlgondozza sokszor az érintetteket. A másik fajta ellátás az a személynek a képességeiből indul ki, azt próbálja megerősíteni, és amire szüksége van, azt tegyük csak mellé. És ez ráadásul azt is eredményezni, hogy ezek az emberek visszaköltözhetnének a társadalomba, mert most teljesen elzártan a közvéleménytől, az ismerősöktől, a kinti élettől elzártan élnek. És mi azt gondoljuk, és hát leszoktatják őket esetleg arról az önállóságról is, ami mondjuk megvolt nekik korábban. Volt. Igen, igen. Mennyire tartja egyébként megfelelőnek a képzést? Tehát akár a szociális munkásoknak, akár a pszichiátereknek a képzését. Forgattam zárt osztályon, és igenis láttam, hogy beszélnek az emberekkel. Nem történt bántalmazás, én azt nem ezt állítom, én azt ott nem láttam, de önmagában véve az a hang nem, amilyen lekezelően, úgy, mint egy gyerekkel, lehet, hogy van, akivel tényleg csak úgy lehet, de biztos, hogy közel nem mindenkivel. Rendben van a szakmai képzés ön szerint? Én azt gondolom, hogy a képzés rendben van, ami utána következik, az nem jó. Tehát ahogy a biztos is a jelentésében leírja, rendkívül nehezek a munkafeltételek, ehhez a dolgozók semmilyen segítséget nem kapnak. Itt egyébként az EMMIT felkérte az ombudsman, hogy tegye lehetővé szupervízió, tehát pszichológusnak az elérhetőségét a dolgozók számára.
és nincs, abban önnek igaza van, hogy nincs empátiás felmérés, vagy ilyen követelmény a képzésben. Az biztos, hogy ma Magyarországon, amikor az egész szociális szférára rendszer szinten jellemző a szakképzett dolgozóknak a hiánya, és egyébként az elvándorlása, ugye főleg nyugat-európai országokban, akkor ez felveti a kérdést, hogy hogyan tovább. Erre egyfelől javasolja az ombudsman az egész ellátórendszernek az azonnali, minél hamarabb történő átalakítását, és egyébként a dolgozóknak a mi hamarabbi megtámogatását. Nagyon fontos téma volt, amiről beszéltünk. Köszönöm szépen, Anyita. Köszönöm szépen.